A képviselőtestület által elfogadott költségvetési rendelet zöld lámpát adott a választókerületi céltartalék felhasználására. Eszerint körzetenként 5 millió forintot fordíthatnak a paksi képviselők olyan kisebb beruházások, fejlesztések megvalósítására, amellyel a lakosság komfortérzete javulhat. A testület döntését követően az egyes választókerületben már konkrét tervek is vannak, mondta a Híradó kérdésére Pálmai Klára. Az iskola tanács panaszkodott arra, ugye, hogy volt itt nemrégen egy betörés. Most tudjuk, hogy Paks egy nagyon-nagyon biztonságos, közbiztonság szempontjából nagyon jól álló város, mégis történt betörés. Ugye 1000 lakosra 2 jut, hát ebből az egyik ide jutott, tavaly betörtek, kellene egy térfigyelő kamera. Iskola, gyerekintézmény környékén nem is baj, hogy távol tartja azokat, akik esetleg rosszba sántikálnak. A körzet képviselője úgy számol, valamivel több mint 1 millió forintból lehetne kihelyezni a kamerát. Ezen kívül számos ötlete van még Pálmai Klárának olyan kisebb beruházások elvégzésére, amelyekkel komfortosabbá válhat az egyes körzet. A Petőfi utca 28 szám alatt meg kellene javítani járdát, mert nagyon rossz. Aztán lehet mondani azt, hogy a Dunaparton hiányzik egy pár lámpa a hatos út mellett. Ugye egy darabig a halássarda után van, aztán van egy űr, sötétség, és utána újabb lámpák. Most ezt meg kellene terveztetni, nyilván ez is pénzbe kerül. Aztán kivitelezni, azt már nem ismerem mondani, mert az nem ennyi. Van egy általam nevelincs utcának nevezett szakasz, ami az Öreghegy utcát és a Munkácsi utcát köti össze ott a legvégén. Ott hiányzik néhány lámpatest, ezt megterveztettem egy pár évvel ezelőtt, jó lenne azt is megcsináltatni. A képviselő azt is mondta, a korábban kihelyezett padok állapotán is lehetne javítani az egyes körzetben. Munkács utca sarkon van 2 pad, amit oda telepítettünk tavaly, nem volt rá pénz, hogy kialakítsunk alatta egy ilyen térköves tartórészt. Hát megsüllyedt az egyik sarka, tehát azt is kell, van egy csomó ilyen, tehát föl lehet használni ezeket a pénzeket. Én javaslom minden képviselőnek, hogy nézzen körül, és akkor biztos, hogy megtalálja a módját. Pálmai Klára elmondta, igyekszik a lehető legjobban felhasználni a rendelkezésre álló 5 millió forintot. A választókerületi céltartalék tavaly egyébként nem állt rendelkezésre a takarékossági intézkedések miatt.